Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit! Ma a rövid videóban a mulcsolást mutatom be. Még mielőtt azt mondanátok, hogy költöttem, hát lehet, hogy valamikor 10-15 éve költöttem, igen, mert a fiamnak volt 2 darab deguja, de ugye azóta már 27 éves a fiam, és valamikor régeségen fölvittem ezt a bontatlan csomagolási padlásra. Látjátok, rajta vannak ezek a tengeri malac, ilyesmi, örcsög, degu, nyúl, tökéletes. Most azért elővettem, és felszórtam a területet. Miért is jó mulcsolni? Azért érdemes mulcsolni, mert kétféle célból. Ugye a mulcs a fényt gátolja, és ha a fényt gátolja, akkor a gyomok nem tudnak előbújni. Egyszer. Másodszor azért jó mulcsolni, mert nehezebben szárad ki, mikor beöntözöl a növénynek. Tehát megvédi a növényed talajának, komposztjának, földjének a nedvességét a naptól. Tehát két okból érdemes mulcsolni. Tegnap láttátok a tegnapi videóban, hogy hát ugye elültettem a fehér tévépaprikát, az Antal tévépaprikát, fehér tévépaprikát és az Entus tévépaprikát, és 2 sárga fürtös paradicsomot, és 3 piros fürtös paradicsomot. És arra gondoltam, hogy először kipróbálom, hogy mi is ez a mulcsolás gyakorlatban is, mert ugye videók vannak róla, és most majd a tapasztalataimat meg fogom osztani. Na most, amikor ültettem, észrevettem, hogy vannak ilyen kis lényecskék, látod? Még szárnya is van, látod? Tudom látni-e. Na, ezek is ilyen kis tetvecskék, amik itt rajta vannak, és majd ennek fogok a következő videóban bemutatom okozni egy bio permetezést, ami otthoni alapanyagokból megint csak semmi pénzt nem költünk, otthoni alapanyagokból a háztartásban mindenkinek van, tehát bio, mondom bio, állati eredetű, illetve egy kis lágyvíz, esővíz keveréke lesz. És majd be fogom nektek mutatni az arányokat, és majd megosztom a tapasztalatokat is majd. Megint majd egy későbbi videóba, hogy milyen lesz, milyen a mulcsolás után, és milyen ugye a biopermetezés után. Tehát ez volt a mulcsolás. Még elfelejtem mondani, lájkoljátok ám a videókat, ha tetszett, meg hát iratkozzatok föl. Megnézzétek a kirándulós, nyaralós videókat, kalandos videókat. Úgyhogy van belőle elég. Ugye a többi kertes videókat, főzős videókat, meg aztán a többi barkács, meg ilyesmi. Na, búcsúzom. Sziasztok!